Siker, újabb lépést tett a Kanizsa vízilabda SE csapata az első osztályba kerülésért. Szombaton a csabai csirkefogók együttesét fogadták a városi uszodában az OB1B felsőházi rájátszásában. A kemény hazai védekezésnek és a jól kivitelezett támadásoknak köszönhetően a vendégek a negyedik negyed elejéig mindössze 2 gólt dobtak, míg a kanizsai fiúk 9-et. Simonka Ferenc edző a végére több fiatal játékost tett a csapatba, ekkor a vendégek dobtak 5 gyors gólt, míg a kanizsaiak egyet sem. A végeredményt az utolsó pillanatok egyikében állították be a hazaiak. Kanizsa vs. Békés Csaba 10-7.